Nagy volt az érdeklődés a program iránt, amit a Tolnai Sárkányhajó Egyesület és a Dudamenti Polgári Egyesület most először rendezett meg közösen. A tavaszi zsongás fesztiválra több tervel is készültek, ennek egyik elemét ismertette Berta Zoltán alpolgármester. Hát hetekkel ezelőtt nagy gondolkodásban voltunk, hiszen előzetesen ezt az április 13-át választottuk ki, hogy egy tavasznyitó rendezvényt tartsunk itt Tolnán a Dunaparton, tavaszi zsongás néven. Aztán az időjárás előrejelzések erre a hétvégére pár héttel ezelőtt nem túl jó időt mutattak, úgyhogy lázas gondolkodásban voltunk, de úgy látom, hogy megkegyelmezett a természet nekünk. Csodálatos idő van és egy csodálatos program van. Rengeteg résztvevővel már most több mint 600-an vannak itt a parkban. A Tolnai Sárkányhajó Egyesület és a Dunamenti Polgári Egyesület első tavaszi zsongás fesztiválján. És van egy közös főzés, illetve csapatokat is meghívtunk, mégpedig Tolnáról, a Tolnai járásból intézményeket, iskolákat, baráti közösséget, vállalkozásokat kértünk föl, hogy részt vennének egy ilyen közös főzésben, úgyhogy egy 30 csapat nevezett, illetve akik egyénileg jöttek részükre, pedig két nagy üstben fő a vegyes pörkölt. Bízunk benne, hogy mindegyik bográcsban kiváló étel fog készülni. Idén úgy gondoltuk, hogy az éveleje, a tavasz az, ami így rendezvények tekintetében úgymond még üres, és úgy éreztük, hogy van igény erre, és egyfajta ilyen hiánypótló rendezvényként szervezzük ezt ma meg, mégpedig a Tolnai Sárkányhajó Egyesülettel együtt, ugyanis már évek óta összedolgozunk. Ez az első közös programunk, amit teljesen közösen állítottunk össze, közösen szerveztük, fizikailag is közösen valósítjuk meg, úgyhogy hát próbálunk ebből is egy hagyományt teremteni, és akkor jellemzően minden tavaszt itt a tavaszi zsongással megnyitni Tolnán a Dunaparton. Egyesületünk egyben a Vármegyei Civil Központ is, ezért ugye próbáljuk minél inkább összefogni a civil szervezeteket. Hisszük, valljuk, hogy igazából abban van a nagy erő, hogyha a civil közösségek együtt töltik meg tartalommal a különböző rendezvényeket, az infrastruktúrát, hiszen a városunkban is rengeteg kiváló hely van, ez a csodás szabadidőpark, de van nekünk sportcsarnokunk, egyéb rendezvényterületek, de igazából azok akkor érnek valamit, hogyha azok élettel teliek. Ebbe pedig a civil szervezetek azok, akik igazából alkotni tudnak, és ma is itt jó néhány civil szervezet. A szenyórok is, a fiatalok is, azaz a nagycsaládosok is itt vannak, és több ilyen közös program lesz még egyébként, itt tudomásom szerint az év folyamán Tolnán. Horváth István országgyűlési képviselő is részt vett a hangulatos rendezvényen, ahol ételkészítési tudását is megcsillogtatta. Hát valóban csodálatos időjárás van, köszönhető a sok száz vendégnek, aki eljött ide Tolnára, a Dunapartra, erre a tavaszi zsongásra és gasztronómiai rendezvényre. Az meg teljesen normális vagy hagyományos, hogy milyenkor a barátainkkal főzünk, bármikor főzünk 200 főre, vagy akár 300 főre is. Épp most egy nagyon kiváló vegyes pörköltet főzünk, hamarosan kész lesz, és 200 vendéget meg fogunk belőle vendégelni. Nagyon fontos, amikor egy ilyen fajta úgymond társadalmi eseményt szervezünk, hogy minél több személyhez, minél több emberhez tudjunk eljutni, és örömteli, hogy gyakorlatilag Tolna, illetve Mőzs szinte összes civil szervezete jelen van, sőt a környező településekről is érkeztek vendégek, és ez a rendezvény arra jó, hogy amellett, hogy az egyének külön-külön jól érzik magukat, de úgy összességében ez a tömeghatás, hogy mindenhonnan jönnek nagyon sokan, ez az a közös öröm, ez mindenkit még lelkileg is erősebbé tesz. Amellett, hogy mi itt a központi sátorban egy 200 főre főzünk, ezen kívül még 30 csapat, szerintem több mint 400 főre főz, tehát összességében hamarosan közel 700 emberit elkezdi a saját munkáltal készített ételeket elfogyasztani. Kovács Alexandra a Tolnai Sárkányhajó Egyesület képviseletében sütötte a palacsintákat. Az egyesület egyik irányvonala a közösségi élet fellendítése, így a szervezésből is kivették a részüket. Tolnai Sárkányhajó Egyesületet már 2011 elején alakítottuk. Célunk a társadalmi szerepvállalás, a közösségfejlesztés generációk együttműködésében. A Dunamenti Polgári Egyesület és a Tolnai Sárkányhajó Egyesület közös szervezésében hoztuk létre a mai napot. A mai napra a jó időt megrendeltük és az esőt elkergettük. A főzés mellett a hangulat a gyermekek számára is garantált.
Molnár Orsi zenés gyermekműsorát követően arcfestés, csillámtetkó, népi játékok, légvár, íjászat és sárkányhajózás, valamint Balacsinta parti várja majd a gyermekeket. A program a családok számára nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget nyújtott, a rendezők célja pedig teljesült, miszerint töltsék meg egész nap jókedvel a partot.